Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Évzáró júniálist tartott a Kozár Mislenyese, a Kozár Mislenye FC és a város több sportszervezetének együttműködésével. A nap legfontosabb üzenete az összefogásban rejlő erő nagysága volt. Az ünnepségre elfogadta a meghívást Danyi Gábor, a győri Audi Eto KC baranyai származású vezetőedzője is. Kozár Misleny egész sporttársadalma együtt ünnepelte a szezonzárást. A sportegyesület tagjain kívül a labdarúgó klub képviselőit, valamint a helyi civil szervezeteket is meghívták a juniálisra. A város sportegyesülete rendkívül sikeres szezont zárt, hiszen az eredményekben javulás, a létszámban pedig növekedés mutatkozott. Nagyon érdekes helyzet van, évek óta azt gondolom egyébként nagyon jól demonstrálja, és a kézilabda által kezdeményezett, és most már több éve megtartott rendezvény. Azért nagyon jó, mert egy platformon demonstrálja azt a labdarúgás, kézilabda és kosárlabda erőt, sőt itt ugye asztali teniszről és egyéb amatőr ágakról is beszélhetünk, ami jellemzi ezt a várost. Talán sokan nem tudják az adatokat, hogy ennek a városnak a 10%-a aktív versenysportoló gyakorlatilag. Ez egy fantasztikus adat, én nem tudom, hogy van-e egyébként ugye az országban jellemzően továbbra is ilyen. Az elmúlt években nagyon-nagyon meghatározó volt ennek a városnak a neve. Legtöbbet nyilván a sporton keresztül forgott, bár hallgattam városvezetőtől olyan gondolatot, hogy ez a város már nem a sportról, hanem a civil szervezetekről szól. Én nem tudom, mi a definíciós különbség, mert ez egy civil szervezet egyébként. Hát aki ezt nem érti, az nyilván mondhat félreértésre aggódó dolgokat. A lényeg az, hogy itt azt gondolom, hogy egy platformon tudjuk ezt demonstrálni, és azok az emberek, akik ide eljönnek, azok pedig jól érzik magukat. Az elmúlt években akik itt voltak, újra itt vannak, ez erre tanú bizonyság. A közös ünneplés ötletgazdája a kézilabda szakosztály volt, akik sporttörténelmi sikert értek el. A felnőtt csapat NB1-bés bronzérmével, valamint az U22-es gárda NB2-es bajnoki címével. Szeretnénk az összetartozást megmutatni, szeretnénk azt mutatni, hogy Kozár Mislenyében mennyire nagy ereje van a sportközösségnek. Én azt gondolom, hogy a mögöttem lévő közönség, a mögöttem lévő gyerek, sereg, a mögöttem lévő emberek, polgárok, akik eljöttek ma, ezt megmutatták, hogy nagyon nagy család vagyunk, ahogy mi is szoktuk mondani, a nagy sportcsalád, és ez nem csak egy ilyen üres frázis. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk vezetőknek, sportvezetőknek az a célunk, hogy egy igazi jó szándékú közösséget tudjunk egymásnak, szurkoljunk egymásnak, segítsük egymást sportáktól függetlenül, és nagyon nagy öröm számomra, hogy asztali tenisz, kézilabda, kosárlabda és foci sportágakban is kiemelkedő eredményeket mutatva tudjuk Kozár Mislen hírnevét vinni. Az ünnepségre elfogadta a meghívást a baranyai származású Danyi Gábor is, aki ebben az idényben bajnoki címet, magyar kupát és bajnokok ligáját nyert a győri Audi KC-val, és szerződését meghosszabbították a 2019-2020-as szezonra is. Az mellett, hogy azonnal azt gondoltam, hogy eljövök, egyetlen probléma lehet, hogy esetlegesen más kötelezettségem vagy valami közbe jön és nem tudok eleget tenni. Hál' Istennek nem így történt. Ugye most szünet van, egy pici pihenő is van, ami egyébként ránk fért már, rám legalábbis nagyon, és nagyon nagy örömmel jöttem ide. Itt tényleg úgy érzi az ember magát, mint egy nagy családban lenne. Nagyon jó látni és nagyon jó érezni ezt a hangulatot, ami itt van. Minden sportág tényleg úgy van egymás mellett, mint egy igazi családba, és nagyon nagy örömmel jövök vissza mindig, nem csak Kozár Mislenybe, természetesen Pécsre, Baranyába. Soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és nem is akarom. A szakember elmondta azt is, hogy kiből lehet jó sportoló. Dolgozzon, meg még 40-szer dolgozzon, vagy nem is tudom hányszor, higgyen abba, amit csinál. Hogyha esetleg nem sikerül valami, akkor is higgyen. Ha még egyszer nem sikerül, akkor meg még jobban higgyen abban, amit szeretne. Higgyen az álmaiba, és biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb, de teljesülni fog. Kitartást és nagyon-nagyon komoly hitet, amit csinál. És nem csak a sportban, hanem az élet más területén is. Danyi Gábor sportáktól függetlenül az edzőknek is üzent. Alázat, hit, nagyon nagy szorgalom. Nyilván az edzői szakma, maga a
a szakmai nívó az meg kell, hogy legyen. A folyamatos megújulás, a tanulásvágy ennélkül nem megy. Én ez az év után, ami tényleg azt gondolom, hogy siker volt, hiszen minden sikerült megnyernünk, ráadásul veretlenül. Ha én most elhinném azt, hogy én vagyok a világ legjobb edzője, akkor az biztos, hogy a bukás vagy a hanyatlás első lépése lenne e felé. Nem gondolnám, hogy ez így van. Én a BL döntő utáni napokban elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit tudnék még jobban csinálni. Én ezt tanácsolom minden edző kollégának, higgyen abban, mit csinál, legyen önmaga, és merje megvalósítani az álmait. A Kozár Mislenyesed célja, hogy ne csak a város, hanem a megye és a régió meghatározó egyesülete is legyen. A klub jó úton halad afelé, hogy a térség legnagyobb utánpótlás bázisát alakítsák ki. Szolga Antal alpolgármester minden sporteseményen részt vesz, amint csak lehet. Közösség. Látszik, hogy itt van, ez akkor a közösséget alkot Kozár Mislenyesed sport, és csak soroljuk. Kézilabda, kosárlabda, ugye az egyesületen belül asztali tenisz öregfiúk, és ugye ott van még a futballklub, meg nem beszélve ugye a TRX-ről, illetve azokról a sportról, ami a tömegeket mozgatja még meg ezen kívül. Összességében mintegy 800 főről beszélünk. Nagyon nagy szám. Kozár Mislenyi életében 800 főt megmozgatni, 800 fő sportoló, ahhoz tartozik 800 szülő szinte. Nagy szülő, mind ahogy én is nagy szülőként vagyok itt, ugye, meg elnökségi tagként, nagyon sokat jelent. Kozár Mislenynek ez, és úgy néz ki, hogy hagyományt fog teremteni, és egyre jobban sikerül. A tavalyi nem volt ekkora, mint az idei. Látszik, mekkora tömeg mozdult meg, mennyi gyerek. Tehát az aprójától egészen a nagyik, itt van mindenki és mozog. A juniálison a legkisebbektől a felnőttekig mindenki talált magának sportos elfoglaltságot. A játékos csapatverseny után egyéni 5 próba feladatok voltak, valamint az edzők a gyerekek ellen játszottak. Kézilabda, kosárlabda és teremlabda rúgó mérkőzést. A díjátadón jutalmazták a sportágak korosztályos legjobbjait, az év kosárlabda felfedezettjét, valamint az önkéntes segítőknek is megköszönték a munkájukat. Baranya Aerobik néven 15 éve szervez versenyt a Pécsi Csigaház Alapítvány. A megmérettetésre a régióból érkeznek a csapatok. A verseny lényege, hogy olyan kategóriákban is indulhatnak a sportolók, melyek az országos bajnokságokon nincsenek. Az egyesületek itt szinte az összes aerobikost tudják nevezni a kupára. A Formafit ESE 1999-ben alakult. Az egyesület 50-60 fiatalnak biztosít sportolási, illetve versenyzési lehetőséget. Az alapvető cél a sporterobik színvonalas és eredményes fejlesztése, egyrészt a versenysportágban, másrészt a tömegsportban. Ezen a versenyen nagyon-nagyon sok versenyzővel jöttünk, mert az országos versenyhez képest itt több kategóriában lehet indulni. Úgyhogy mondhatom azt, hogy a kezdőktől egészen a sportaerobikus versenyzőkig ma mindenki fog versenyezni. Eddig jól állunk, remélem, hogy jól sikerül a második fele a napnak. Az országos már volt május közepén, most ezután szünet lesz a gyerekeknek, és akkor augusztus elején kezdjük a munkát. A harmadik forduló, ami az országos verseny, az szeptember végén lesz majd. A Csigaház Alapítvány Baranya Aerobik versenyén 250 kötelező challenge gyakorlatot mutattak be a sportolók az UP4-es korosztálytól a felnőtt korig. Ez a Baranya Aerobik verseny most már 15 éve működik, és először úgy indult, hogy a Csigaház Alapítvány tanfolyamaiból rendeztünk egy verseny, aztán egyre több egyesület csatlakozott, és így alakult ki ez a tömeg, ami most már dél-Dunántúl, sőt egész Dunántúl magában foglalja. Soproniak szoktak jönni, ők most nem jöttek el, Ajka, Dombóvár, Keszű, Komló, Pécs, szóval nagyon sokan vagyunk. Minden kategóriában és minden korcsoportban vannak versenyzőink, az országos szabályokhoz képest annyi a könnyítés, hogy azokban a kategóriákban is el lehet indulni egyéniben, amit az országos verseny nem enged. Így az edzők ki tudják próbálni, hogy aki ma még csapattag, holnap jó lesz egyéniben. A gyors, dinamikus mozdulatok mellett az erő és a lazaság is követelmény a sporterobik magas szintű műveléséhez. A sportákhoz szükséges képességek már az első edzéseken megmutatkoznak, azonban az, hogy kiből lesz jó versenyző, csak sokkal később, több verseny után derülhet ki. 2016-ban kezdtem el egy másik egyesületben. Igazából azért kezdtem el, mert az iskolánkba jött Hegyiné Tóth Lívia edző, és mondta, hogy szeretné várni bármilyen
fiúkat, lányokat bármilyen korban, és akkor többen is az osztályból eldöntöttük, hogy elindulunk. Forma fittes a Pécsnél vagyok jelenleg, ezelőtt a Csigaház Sportegyesületnél voltam. Jelenleg 4 kategóriában indulok, challenge, kötelező gyakorlatban, egyéniben, páros, trió és csoportban egyaránt. A csoportot nagyon szeretem, ugyanis azokkal lehetek együtt, akikkel külön is jóba vagyunk, illetve egyénileg is szeretem magamat megmérettetni a többiekkel, ilyenkor tudom, hogy hol vagyok jelenleg. A verseny okozta stressz, az, hogy egy színpadra ki kell állni, megmutatni a tudásunkat, mindenkiben más és más reakciót vált ki. Azonban általánosságban elmondható, hogy a gyerekek többsége ezekhez a kihívásokhoz is nagyon jól alkalmazkodik, és sok esetben az edzésen mutatott teljesítményüket is felülmúlják. A Sport Aerobik Egyesülettől jöttünk, Pécsen van az egyesület székhelye, a nevelési központban vannak az edzések, és challenge gyakorlattal jöttünk, majdnem minden egységgel, tehát 8-10 gyakorlatot mutatunk be ezen alapon. Különböző korcsoport van az edzéseken, vannak nagyok, akik UP1-esek, tehát 14-15 évesek, és vannak harmadik, negyedikesek és ötödik, hatodikosok. Fontosak az eredmények, elsősorban a kicsiknek azt vártam, hogy rutint szerezzenek, de nagyon szép eredményt értek el a kicsik. Egy harmadik és egy negyedik helyezés lett a csapat, a challenge csapatban, és most a nagyok fognak következni. 12 éves korig az edzők számára is nyilvánvalóvá válik, hogy melyik gyerek lesz képes tudásában és személyiségében is megfelelni az egyéni versenyzésnek. Az egységek, csoportok, triók és párosok összeállításánál pedig figyelembe kell venni például az életkort, a testfelépítést és a tudásszintet. Egyre népszerűbb a pontyfogó maraton, amit 8. alkalommal rendezett a Borzavölgye Horgász Egyesület. A tavat a BOYRT dolgozói létesítették az 1980-as években. A tóban a teljes magyarországi halfauna megtalálható, de a maratonon csak a 2 kg feletti pontyokat mérték le. Szinte trópusi hőségben nem csak egymással versenyzett, hanem a szúnyogok ellen is küzdött a 14 résztvevő csapat a 8. Borza pontyfogó maratonon. Az időjárás ezúttal nem kedvezett a horgászoknak, a halak nem haraptak. Ez a verseny igazából azért fontos, mert a környező falvakból, meg most már Pécsről, Szentlőrincről is vannak horgászaink, és egyre többen látogatják ezt a tavat, és úgy érezzük, hogy helyet adunk annak, hogy versenyeznek a horgászok, mert az utóbbi időben, az utóbbi években egyre több a versenyhorgász az egész országban, és erre van igény, és ezért is. A másik az meg egy jó csapatépítő dolog ez, a horgászok összejönnek, jóérzik magukat, ha nem fognak halat, akkor is, és kikapcsolódnak, egy kicsit pihennek. Ez a versenyünk, ez ösvűrös verseny, ami tulajdonképpen magával foglalja, hogy a 4 nap alatt, amit kifogott mennyiségnek az ösvű a számít bele a versenybe, 2 kiló fölött számít. Most az idei versenyen annyira nem jön össze, mert nagyon meleg van, az időjárás nem kedvez, ezért a kapás nagyon csekély, de voltak régebben versenyünk, ahol már több mázsa halat is sikerült fogni a horgászoknak. Az idei verseny nem erről szól, de attól függetlenül remélem, hogy horgászok jóérzik magukat. Az időjárás befolyásolja általában a fogást a tavon. Ebben az időjárásban jó helynek számít. Az első 2 nap inkább itt a felső részen voltak a kapások, de most hallottam, hogy ma már elől is a mély részbe is elkezdtek fogni halakat. Csapadékosabb, hűvösebb időben, szeles időjárásban akkor a mély rész, a tó mély része működik jobban. Ilyenkor, amikor nagyon meleg van, akkor kicsit a sekélyebb rész működik jobban. Ezen a versenyen bojlival, pellettel, tigrismogyoróval lehet csalizni, etetni tulajdonképpen apró magvakkal, kukoricával, tehát bármivel lehet, bojli, pellet, ilyesmivel. Szerintem most mindenki kevesebbet szór, egy kicsit meg kevés a kapás, de igazából bojlival, pellettel csaliznak inkább a horgászok, az élőcsöli az ki van zárva, ez a szabály.
A Borzavölgye horgásztavat, amely Baranya egyik legrégebben működő horgásztava, az 1980-as évek elején létesítették. A horgászható vízterület mintegy 9 hektár, a vízmélység 1 és 3 méter között változik, egyenletes mederviszonyok mellett. A Borzavölgye Horgászegyesület az elmúlt években elvégezte a partvédelmi munkákat, a vízpart rendezését, a gát megerősítését és a mederkotrást. Borza Ponyfogó Maraton elnevezésű verseny 8. alkalommal kerül megrendezésre. 14 csapatunk van, csapatonként 3 fő nevezhető, minden csapatban 2 vagy 3 fő van, éppen kapásunk van közben. És 8. alkalommal került megrendezésre, szerdán délben volt a sorsolás, vasárnap reggel 7 óráig tart a verseny. 2 kilónál nagyobb ponty számít bele a versenybe, egyéb halfajok nem. Elmondhatom, hogy egyre népszerűbb a versenyünk, gyakorlatilag 8. éve szinte ugyanazok a csapatok vannak. 2-3-szor ennyi csapatot is tudtunk volna fogadni, mert olyan nagy volt az érdeklődés, de hát ennyi helyünk van, ennyi adottsága van a víznek. Igazából ez egy ilyen baráti találkozó, tehát azt gondolom mindenki megtalálja a számítását, jól érezzük magunkat, jó társaság szokott összejönni, úgyhogy szeretnénk ezt hosszú távon is folytatni, ezt a hagyományt. Hát gyakorlatilag a teljes magyarországi fauna megtalálható itt, tehát ponty, amúr, harcsa, süllő, keszek, kárász, mindenféle halak. 80-as évek közepén létesítették még a Bolyárti dolgozói ezt a tavat, azóta gyakorlatilag soha nem lett lehalászva, minden évben rendszeres telepítések vannak. Az elmúlt 4-5 évben abszolút tudatosan igyekeztünk a sporthorgászoknak is egy kicsit kedvezni, tehát nagy testű pontyokat, azaz 10-15 kg feletti pontyokat telepítettünk azért, hogy az a úgynevezett modern ponthorgász is megtalálja a számítását, aki gyakorlatilag korábban nem volt erre lehetősége, hiszen nem voltak ekkora alak ebben a tóban. Ponyba 21-50, azt hiszem a legnagyobb halunk, harcsába fogtak 50 kg felettit, amúr, busa szintén 20 kg fölöttiek vannak benne, a csuka süllő állomány, az pedig szerintem ilyen 8-10 kg körül lehetnek a legnagyobb halaink. A 8. Borza Ponyfogó Maratont a rácvárosi Szittyó tím nyerte 68,46 kg-mal, második lett a Borza Carp tím 61,94-jel, a harmadik helyen pedig az Inno Fishing tím végzett 57,57-os összfogással. A legnagyobb halat, egy 15,4 kg-os pontyot az SB Carp tím fogta. Összesen 29-en tettek gyakorlati vizsgát Kozár Michelinben a Grassroots C licenszes tanfolyam végén. A tanfolyam sikeres teljesítése kötelező ahhoz, hogy valaki a Bozsik korosztályokhoz tartozó csapatoknál dolgozzon. Az MLS Grassroots C licenszes tanfolyam az edzőképzés első foka. Aki ma úgy dönt, hogy labdarúgó edző szeretne lenni, innen indul. Idén tavasszal az MLS összesen 7 helyszínen, köztük Kozár Michelinben indított képzést. A tananyagban olyan témakörök szerepelnek, mint etika, játékszabályok, rendezvényszervezés, sportegészségügy és elsősegélynyújtás, de az edzők feladatairól, a gyerekek életkori sajátosságairól és a foglalkozások gyakorlat és játékanyagáról is tanultak a hallgatók. Mindenek előtt megelőzi 7 oktatási nap. Az 5. napon kihúzzák a vizsgatételt, a hallgatók 6.-7. nap konzultálunk róla. Valós alapú oktatás, tehát igazi gyerekekkel, avval a korosztállyal, akikkel ők dolgoznak a klubjainkban, vagy dolgozni fognak. Azt természetesen helyi szervező Éles András biztosítja, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki, nagyon magas színvonalú munkát végez az Andris. És itt az egész edzésből, amit ők megterveztek, választunk egy kicsi részt, egy 10-15 percet, ahol ők megmutatják abban a részben, hogy hogyan tudnak oktatni, hibát javítani, hogyan tartják be a módszertani utasítást, és a legfontosabb, hogyan tudják megszerettetni a labdarúgást. Mondjuk az elmúlt 5 évet nézem, azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre, tanfolyamról tanfolyamra egyre magasabb a színvonal. Fiatal, motivált, tehetséges hallgatók jönnek, természetesen a magankorabeliek is még azért részt vesznek. Kreatívak és tenni akarok. Én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb annál, mint hogy mennyi háttértudással, háttérinformációval
érkezik. Mindig próbáljuk a tananyagot fejleszteni. Itt például most már második alkalommal portfóliót mutatnak be a hallgatók. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó a visszajelzése ennek a tanfolyamnak is. A sporttudományban is, az oktatásmódszertani szempontból a technológia egyértelműen bekúszott mind az oktatásba, mind a csúcs teljesítményre járatásban. Itt az oktatásban azt kell, hogy mondjam, hogy a hallgatóknak a pedagógiai módszertani repertoárja, illetve itt is van még eszközszempontból is állandó fejlődés. Tehát ahogy például egy motivációs bázis kiépítésében például kell, hogy használjak egy flashmobot, kell, hogy használjak egy applikációt, mert a mai kor gyermekei, beszéltünk az Y-Z generációról, ők másak, mint az előtte lévők, más érdekli őket, más az inger igényük, sokkal gyorsabban kell nekik új környezetet teremteni. Tehát igen, nagyon sokat kell tanulni folyamatosan. A tanfolyam végén, a 40 kérdéses központi elméleti vizsga után június 12-én 29-en tettek sikeres gyakorlati vizsgát Kozár Mislenyben. Évelején jelentkeztem, január-február környékén, és akkor kezdődött el a tanfolyam. Ugye volt egy felvételi vizsga, ami meg kellett jelenni februárban, ott az hál' Istennek sikerült elvégeznem, és felvételt nyertem a tanfolyamra, és márciusban kezdődött, márciustól egészen a mai napig tartott a tanfolyam, két hetente hétfőn volt egy oktatási nap. Megmondom őszintén, nagyon féltem az elméleti vizsgától. Nagyon nehéz volt, nagyon sokat kellett rá tanulni, de hál' Istennek sikerült. 40 kérdés volt, ebből 24-nek kellett jó választ adni, hogy sikerüljön a vizsga. Hál' Istennek ez sikerült, úgyhogy jöhettem a gyakorlati vizsgára is. Itt most nekem a labdabiztonság vagy labdaérzékelés fejlesztése U7-es korosztályban utánzói szerepjátékokkal. Én a bemelegítést tartottam, egy fogócska játékot játszottunk, szalagfogót. Hál' Istennek a gyerekek nagyon partnerek voltak benne, és nagyon ügyesek voltak. Hát utánpótlásban lehetek edző, U7-től U13-ig, és igazából már mostanában elkezdhetem, amint megkapom a papírokat. Hát jelenleg még nincs helyem, jelenleg még profi labdarúgó vagyok, úgyhogy még szeretnék egy-két évet még azért eltölteni a labdarúgásban. A későbbiekre gondoltam, hogy csapatot vállalok, azt még nem tudom, hogy hol, de lehet, hogy a elkövetkező években a futball mellett is szeretnék gyerekekkel foglalkozni. A gyakorlati oktatásokra és vizsgára a gyerekeket a PMFC és a Kozár Mislenyi FC korosztályos csapatai biztosították. A Kozár Mislenyi Janikovszki Éva általános iskola tanulói egyébként évek óta részesei a gyakorlati vizsgáknak. A Kecskemét és Székesfehérvár közötti 168 kilométeres etappal ért véget az idei Tour de Hongrie, mely 40. volt a sorban. A hatodik, azaz az utolsó szakasz Dunaföldváron keresztül vezetett, ahol népes szurkolótábor várta a bringásokat. A 40 fokos hőség ellenére népes tömeg várta a 40. Tour de Hongrie mezőnyét Dunaföldvár központjában. Amatőr kerékpárosok jöttek a látványért messzebbről is, Tamásiból és a Duna túloldaláról, Kunszent Miklósról is. A várakozás izgalmas perceiben a Le Fan Mazsulett csoport szórakoztatta a közönséget. Nagyon örülünk neki, hogy városunkon keresztül halad ez a remek biciklis körverseny. Az a kis probléma, hogy most nálunk vásár is van, és ugye az egy óriási rendezvény a város életében, és nagyon sokan vannak ott kint. És úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer keresztül megy rajtunk a mezőny, akkor azért ezt illik nekünk valamilyen formában mégiscsak maradandóvá tenni. Úgyhogy készültünk, hívtuk a mazsolettjeinket, hogy egy kicsit színesítsék az áthaladást. Úgyhogy az a terv, hogy előtte egy picit táncolnak, amikor már a mezőny közeledik Dunaföldvár, az akkor egy sorfalat állnak a haladási irány mellett, és akkor a sorfallal várják a versenyzőket. Hamarosan itt a mezőny, ezt a felvezető rendőrök megjelenése jelzi, melyet sikongatva fogadnak a földváriak. A következő pillanatban már fel is bukkan a három fős szökevényboly, akiknek mintegy 2,5-3 perces előnyük volt, de hamar ideértek az üldözők is.
A viszonylagosan megnyúlt mezőnysor között még több magyar is versenyben volt a dobogóért az utolsó etapban. A pontokért itt a részhajrában is hatalmas a küzdelem. A teljes karaván pár perc alatt átrobogott Dunaföldvár központján. A kerekesek előszállás irányába haladtak tovább. Ugye ma itt Dunaföldváron egy sprint részhajrá lesz, ahol a gyorsasági pontversenyben szerezhetnek pontot azok a versenyzők, akik igazán gyorslábúak. Ugye ez egy sík szakasz, így azoknak áll a zászló, akik inkább robbanékonyak, nem pedig a hegyi menőknek. Mivel ez egy sík nap, nem várható az, ha csak nem történik bukás, hogy valaki kiállna a mezőnyből, így egy olyan 110 versenyző átjövetelére számíthatunk, és ahogy néztem a terepviszonyokat, nem akármilyen sebességnek lehetünk majd a szemtanúi. Nagy verseny van a pontokért, amik itt szerezhetőek, ezért a sprinterek szerintem akár ilyen 70 km/h sebességet is megpróbálják elérni. A többiek, a többi csapat pedig próbál nem leszakadni tőlük. Ugye ilyenkor az utolsó napon már mindenki próbálja őrizni a pozícióját egészen a székesfehérvári célig. Ugye ami nekünk nagyon érdekes az, hogy a legjobb három között kettő magyar is van, ugye Dina, Márton és Walter Attila, azért szurkolunk leginkább, hogy ők nehogy valamilyen problémával küzdködjenek, hátrányba kerüljenek. Az egy nagyon nagy szó lenne, hogy egy ilyen erős mezőnyben két magyar versenyző is dobogóra tud állni a versenyen. És dobogóra is állt Dina Márton második, Walter Attila pedig harmadik lett. A versenyzők 6 nap alatt 890 kilométert tekertek. A rajt Siófokon volt, és Székesfehérváron végződött a 6 részes 2019-es körverseny. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!